Tiszteltel és szeretettel köszöntök mindenkit ma Budakalászon. Énekeljük el a Tiszta Univerzum mantráját ómnám hétszer közösen. Om, Nam. Hogyan tanulhatunk egymástól a felébredés útján? Ez a kérdés. Minél szorosabb egy viszony, annál jobban látod a másik ember hibáját. De ugyanolyan erősen látja ő is a tiédet. Minél szorosabb egy viszony, annál jobban látod a másik ember erényét. Kérdés, hogy képes vagy erre. A másik ember is láthatja a te erényedet. Ez a Föld egy elképesztően szélsőséges hely. És mi azt a fajta intimitást elképesztő, szorosra fűzött szeretet kapcsolatot szeretnénk, amelyben minden látszik: éjjel, és nappal, testben, lélekben, szellemben. A legnagyobb paradoxon, hogy ezt akarjuk a legjobban ebben találjuk meg jó esetben a legnagyobb boldogságot, és ettől is szenvedünk a legjobban, és ezen az intimitáson keresztül tudjuk szenvedtetni a másik embert a legjobban. Miért? Nincs két tested, egy van. Ezen a felületen érzékeled a fájdalmat és az örömet, attól függ, hogy merre felé simogatnak. Ha jó felé simogatnak, örülsz. Ha visszafele simogatnak, még a macska is egy kicsit fúj, de az embert nagyon sokféleképpen lehet visszafele simogatni. És nem csak fizikailag, érzelmileg, gondolatilag, sőt beszédben. Beszédben a leginkább. Miért? A 14. pátriárka Sákjamuni Buddha után Juna volt. Nagárdzsunáról rengeteg mítosz, rengeteg történet született, de a beszédről ő mondta el a négy legnagyobb bizonytalanságot. Nem tudod, hogy igaz-e, nem tudod, hogy hamis-e, nem tudod, hogy igaz és hamis egyszerre, és azt sem tudod rögtön, hogy sem hamis, sem igaz. Tehát ennyire nehéz a beszéddel bánni, ha csak az intellektusra hagyatkozol. Mi az illúzió? Hogy az illúziókból illik fölébredni. Ez a Föld számunkra állandó. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy körülbelül 4,5 milliárd évvel ezelőtt kezdődött az a nagyon komoly kozmikus tánc, amitől ez a Föld így kialakult. És több százmillió éven keresztül lakhatatlan volt. Aztán hatalmas katasztrófák, fajpusztulások, az élet újra kibudjan, kirügyezik, kisarjad és pár százezer éve jöttünk mi, mint homo sapiens. Azért az elődeink nem voltak ennyire jól elereszve. És ha megnézed, ez a Föld tényleg az ellentétek bolygója. Tehát ahhoz, hogy nekünk egy ilyen holdunk legyen, mint amit látsz, ahhoz ennek a Földnek találkoznia kellett egy olyan égitesttel, amire már nem emlékszünk, mert a kettő egymásba rohant, és a kilöküldött törmelék összeállt évtizmilliók alatt, és ez lett a hold. Már itt az ellentétek, nézd meg! És az ember még hol van. Amikor férfi és nő találkozik, akkor mostanában divat az egyenlőséget, a szimetriát, valamiféle olyasmit keresni, amitől egy picikét békésebbek vagyunk, és meg tudunk férni egymás mellett. És ez szükséges. De emellett néha elfelejtjük, hogy az élet vállalása a konfliktusok vállalása is. Elfelejtjük, hogy valójában ellentétekből vagyunk összerakva, mind belül, mind kívül. Honnan tudod, hogy ez van? Az akaratból. Ha nem lennének bennünk polaritások, ha nem lennének közöttünk polaritások, nem akarnánk semmit, nem lenne feszültség. Nem lenne cél, amit el szeretnénk érni. Nem lenne egy másik ember, akinek meg szeretnénk fogni a kezét, mert biztos, hogy nem ugyanolyan, mint mi. És minél erősebbek ezek a polaritások, annál nagyobb a kapcsolat üzemanyaga. Soha sem fogjuk megunni egymást, mert annyira különbözőek vagyunk. Tehát, hogyha megtanulsz harmonikusan viselkedni a pároddal, és gyönyörű vörösboros vacsorák a fénél fehér damaszt abrosznál ugye, az adott étteremben elkölteni, akkor tanulj meg vele veszekedni is. Az is a törvény része. Tehát hogy lehet humánusan, normálisan nézetkülönbségeket közölni, úgyhogy nem akarod legyalulni a föld színéről, akit tíz másodperccel előtte hútra szerettél, csak azért, mert épp ott akkor nem ért veled egyet, és nem visszhangozza az énségedet. Mi az illúzió? Az illúzió az, ami nem az igazság, amely annyira kivantéva a mullandóságnak, hogy nem olyan, mint a hegyek, a fák, az ég, a víz, a szél, tehát amit a föld ad. És mi, mint emberi jelenség, annyira kéréséletűek vagyunk, a földhöz képest, ez a pár évtized, amit itt töltünk, ez föltörténetekig egy egy töredék másodperc. És nekünk ezen az időszakon belül, jó esetben három Szaturnusz ciklus, ugye? 84-85 év. Nekünk ezen belül kell minden. Türelmes vagy? tudsz dolgozni azért, akit szeretsz, tudsz változni azért, akit szeretsz. Semmi más nem kell hozzá, csak az, hogy tudj felébredni az illúzióidból. Honnan tudod, hogy feljebb ébredtél? Onnan, hogy már kevesebbet projektálsz a másikra. És jobban elbírod, hogyha a másik projektál rád. Egy kapcsolatban nagyon sok fokmérő van. De az egyik az a reaktív tudat. Tehát néz meg, hogyha szeretet kapcsolatban nagyon közel megyünk egymáshoz, akkor a reakciók gondolkodás nélküliek. Megvan a bizalom, megvan a szeretet, megvan az együttérzés, csomó egyéb érzékszervi energetikai csatorna, és akkor mentálisan már nem kell gondolkodni. Ez a fajta egyébvállás érzet a párkapcsolat szintjén, ez a boldogságnak az alapja. És mi van akkor, amikor illúzióvesztés van? ő akkor is ugyanaz, csak eddig még ilyen oldaláról nem láttam. Mennyire tudok tanulni az illúzióvesztésből, és mennyire fogom fel inzultusnak? Mennyire látom az ellentétek természetét, annyira, amennyire meghaladtad őket. És a család, amikor már ugye gyermek vagy gyermekek vannak, az ugye emeli a tétet, mert ha eddig nem áldoztad fel az önképedet a szeretet oltárán, akkor most kell. Megjelent egy háromszögellési pont, aki ott üvölt, ha fogzik, ott mászik, ha már tud mászni, mindent is akar egyszerre, és neked figyelned kell rá, mert a te szabadságodból felelősség született. És ekkor. Megjelenik az, amit úgy hívok, mint egy emberi viszony négyes fogata, jelenlét, figyelem, kapcsolat, szeretet. Miért kell mind a négy? Mert jelenlét nélkül nem tudsz figyelni. tehát Online nem tudsz szeretni senkit. Pára megpróbálták, elég kudarcos a történet. Tehát illúziót illúzió hegyre. Ha nem vagy jelen, nem tudsz figyelni. Ha nem figyelsz, nem tudsz kapcsolatot teremteni. Korábban még mindig, hogyha valamit adnak neked nagyon illedelmesen, ezt két kézzel adják, mert teljesen belemennek a gesztusba. Nem csak így oda hogy nesze. Ugye? Még láthatsz olyan pénztárosokat, akik visszaadnak neked, és így adnak vissza, mert elfér félkézben, de ő megtámasztja a másik kezé, vagy teljességgel jelen legyen ebben a mozdulatban. És ez a tisztelet kifejeződése. Tehát, hogyha nem figyelsz, nem tudsz kapcsolatot teremteni. És hogyha megvan a kapcsolat, annak egy magasrendű kifejeződése, a szeretet, a tisztelet, és egyéb minőségek, amelyeket nagyon szeretnénk és általában az igényeinket azt előbb-utóbb szóban és írásban benyújtjuk a másiknak. Én azért vettelek feleségül, mert lista. Azért mentem hozzád, mert Cs -cs -cs, lista. Na, itt szokott megrekedni az ember. Ez a lista sosem lesz tökéletes, sosem lesz teljes. Amikor úgy döntesz, hogy nagyon közeli kapcsolatban leszel, valakivel és elkötelezed magadat, akkor feladsz magadból egy csomó mindent, és a legelső, amire nem gondolsz, az a saját önképed. Az, amit eddig gondoltál magadról. Azt ne várt, hogy a másik ember ezt fogja neked visszhangzani. Ez lenne szanszkító az ahamkára az én csináló megerősítése. Hát, amikor egy olyan kapcsolatot vársz, aki csak így bólogat neked, vagy mindig azt mondja, hogy igen, és te jó vagy, és te szép vagy, és okos vagy, akkor ott valami nagyon illuzórikus születik. És nem látjuk egymást. Nem látjuk egymást, mert nem vagyunk jelen, hanem egy illúzió felhőben vagyunk. És amikor pedig megjelenik a gyermek, akkor nem lehet, hogy te kihagyd a saját jelenlétedet. Ez természetesen anya és apa megosztja. Anyu ekkor, apu ekkor, lehetőleg minél többet közösen. Onnan látod, hogy valami félre csúszott, hogy a gyerek nincs jól. Tehát a gyerek nincs jól, mert vagy apuka hiányzik, vagy anyuka hiányzik. És hogyha te tényleg a külső kicsi buthát szeretnéd gondozni, akkor belül saját magadat nagyon jó kell látni, és itt elérkezünk a karmának a négyféle tagolásához. Az egyik az egyéni karma, a másik a páros karma, a harmadik a családi karma, és a negyedik a csoportos karma. Ezeknek az átmenetei eléggé világosak szerintem, de az egyén felelősséget szeretném itt hangsúlyozni. Mert hogyha te nem meditálsz, és a belső kicsi buthádat vagy bóthiszatvádat nem suvikszolod minden nap tisztára, akkor senki nem fogja ezt megtenni. Tehát ez kívülről nem lehet. A páros karma azért uh, eléggé bizonytalan, mert bármerre mehet. Tehát nézd meg azt az izzást, azt az ilyen plazmaszerű, fortyogó, hővel teli állapotot, amikor ilyen szerelmes leszel, és akkor uh, akármilyen jó íjász vagy, ámor, ugye, letakarja a szemedet, és már ki is lőtted, és téged is kilőttek. És utána pedig jön az alkalmazkodás, jön az illúzióvesztés, jönnek a közös célok, jönnek a közös teremtések, és bizony a közös tisztulások, amikor kölcsönösen felébredünk abból, hogy mit gondoltam a másikról, mit gondoltam magamról. Nem véletlen, hogy az édenkerti sztori, az nem egy családi történet, az nem egy családállítás, ami ebben a történetben van. Az Ádám, Éva, némi állatvilág, az Úristen, ugye, és ez bármerre mehetett volna, de úgy tűnt, és a mai napig nincs más infónk, hogy a jó és gonosz tudásának a fájáról ettünk. Tehát kinyílt ez a felső homlokcsakra, és elkezdtünk dualisztikusan gondolkodni, és mi volt a következő döbbenet, hogy megkülönböztettük magunkat a környezetünktől, a másik embert, és hirtelen magunkra láttunk, hogy el kell menni a különböző ilyen kis turikba, és ruhát venné, mert épp nincs rajtunk, de egyikünkön se. Ez az édenkert, ugye? És akkor elkezdünk magunkra rétegeket rakni. A ruha az még rendben van. De amikor egórétegeket rétegeket raksz magadra, hogy ne látszódj, akkor igazából teljes értékű kapcsolatot nem tudsz létesíteni egy másik emberrel. Sőt, ahogy azt a bevezető elején mondtam, az intim kapcsolatok sajátja, hogy az egofoltok előbb-utóbb egymás felé fordulnak, és elkezded ütni a másikat. A család az gyakorlatilag egy hatalmas vállalás és elkötelezettség, és nagyon sokan nem így tekintünk rá. A szülők és a gyermekek akkor tudnak a felébredés útján járni, hogyha egyénileg gyakorolnak valamiféle meghaladó bölcsességet, vagy transzcendens iskolát, és éppen ezért... A szülő például nem a saját álmainak a kivetítéseként látja a gyereket, hogy na majd te azt csinálod, amit én nem tudtam, de én majd megtanítom neked, hogy hogyan, és majd azt az életet éled, amit én tanítok neked, ami nekem is jó lett volna, de nekem nem lehetett, és így majd neked jó lesz. Na ezekbe szoktak a bicskák úgy beletörni, hogy hihetetlen. A tíz évig, húsz évig nem beszélünk egymással kezdetű konfliktustól, a különböző jeles napokon való késhegyre menő veszekedésekig, amikor végre együtt vagyunk egymásra három napig, és csak eszünk, és mulatunk, de ott jön ki az, hogy te nem olyan vagy, mint amilyennek én szeretnélek. Ugye? A meghaladó bölcsesség több mindent lehetővé tesz. Szanszkitúl prajnápára amitá, a zenben pedig nem más, mint a tantien tudatosság, az a tiszta, tükörszerű, térszerű tudat, Amelytől te tisztán látod, hogy benned épp milyen gondolatok vannak, érzelmek, mit mondasz, mit teszel, illetve a másik emberben vagy emberekben ugyanezeken a sávokon mi történik. Így azt is látod, hogy ha születik hozzá egy gyermek, akkor ő kicsoda. Ezt szépen, napról napra, évről évre bontja ki a gyerek, ahogy a karmája nyílik ki. Ezt szerencsére nem rögtön az első nap kell látni, mert enyhén túltöltenénk magunkat. A gyereknek sem kell mindent az első héten megtanulni. A főemlősök fölállnak. Nagyon hamar. Egy nap, egy hét már járnak. Fél év, egy év ivar érettek. Gondold el, hogy az embernél ez miért tart ilyen sokáig? Mert annyira bonyolult a szoftver. Ha mindent egyszerre kibontanánk, a hardware nem bírná. Nem bírná a test azt a rengeteg karmát, ami megjelenik benne érzelemben, gondolatban, beszédben és cselekedetben. Ezt hívjuk az élet tanulásának. Nem csak az életet tanuljuk, magunkat is tanuljuk. Tehát, ha gyermek születik hozzád, vagy gyermekek, mert többet vállaltok, akkor eszenciális megnézni, hogy ő kicsoda, mit hozott le, miért született hozzám. És ehhez a test és lélek megfelelő nézőpontjára van szükség. Nem te hoztad létre a gyereket, a gyerek testét adtad. A lélek, az járja a saját útját, inkarnációról inkarnáció, és egyszer csak úgy dönt, hogy hozzád születik, mert veletek, azzal a szülőpárral, családdal és környezettel, társadalommal van a legerősebb karmája. Ezért születünk egymáshoz. Nem azért, mert Zsigmond azt hiszi, hogy csak libidó van. Nem, Zsigmond. Itt ennél jóval többről van szó, mint libidó. Ugye? Tehát ahhoz a saját karmánkat, a párunkét, a családunkét és a társadalmunkét elég jó kell látni, hogy a gyermekünket segíthessük a felébredés útján, mert végül is semmi más nagyobb feladata nincs, mint hogy megtapasztalja, hogy ő kicsoda. Miért jött ide? Mi a dolga? Miért született ebbe a családba? Miért én vagyok az apja és a feleségem az anyja? Miért? Mi az, ami összetart minket? Mi az, ami elválaszt minket? Mi az, ami ezt a kezdeti teljes egymásra utaltságot, kiszolgáltatottságot, rászorultságot adja, és ebből a helyzetből aztán szépen növekszik fölfelé, eltelik pár év, és kimegy az ajtón, azt se tudod, mikor jön vissza. Tehát eléri az önállóságot, eléri azt a fokot, amikor már önállóan tud gondolkodni, és ehhez az én tudat felépítésére van szükség. Igen, nem csak, ha ezt az én tudatot nem tisztítjuk meg, akkor lehetetlen segíteni neki. És itt van egy vas törvény. Amennyire megtisztítod a saját énségedet, annyira tudod a gyerekeid énségét is megtisztítani, vagy éppen ösztökélni őket, hogy a hibák láttán tegyék ezt. Ahhoz, hogy a felébredés útját járhassuk szülők, gyerekek, család együtt, ehhez nagyon sok mindenre van szükség, de egyébként ez nagyon egyszerű. A sok minden az a sok részlet miatt van. Mire van tényleg szükség? Arra, hogy tudjunk például befelé figyelni közösen. Tudjunk csendbe maradni közösen. Tudjunk meditálni esetleg közösen. Tudjunk önzetlenül segíteni egymásnak. De ezek nem jönnek könnyen. Konfliktus helyzete pedig úgy elfelejtjük, hogy nagyon elképesztően elfelejtjük. Szerinted a gyereked a tied? Nem, nem a tied. Hozzá tartozik. Legerősebben a szülőkhöz tartozik a gyerek, de nem birtok tárgy. Szerinted meg tudod határozni a gyerekednek a sorsát? Elárulom, az útja már akkor készen van, amikor leszületik. De hozzá és elvehetsz belőle, és a szülőknek a nevelő-tanító-segítő szerepe óriási, mert enélkül az ágyról nem tudna lemászni, mindig fejre esne szegényke. Tehát tegyük oda a szerepünket, ahol tényleg tudunk vele használni, ahol tényleg ki tudjuk fejteni, és akkor nem kérünk olyasmit egymástól, ami egyébként sem a dolgunk, meg egyébként is lehetetlen. Nézd meg, hogy a Földről a legteljesebb kép az az űrből készült. Ahhoz, hogy a bolygót jól lásd, legalább műhold kell, de néha űrrakéta. Az Apollo 13-14 így megfordította a kameráját, és a Blue Earth, a kék föld, vagy kék márvány föld, nagyon híres kép. Ezt lehet látni. Miért ennyire egyedi ez a kép? Mert az egészet látod. Nem a Föld egy részét, az egészet látod. Látod a másik embert egészben? Vagy csak úgy részben, amit szűrsz, amit te szeretnél, amit te szeretnél látni? Vagy amitől nagyon félsz, azt ugyanúgy csak keményebben? Mikor látod az egész embert? Ez a kérdés. Amikor magadat is egészben mered látni, ugyanaz a bátorság kell. Tehát az emberben van a három alapelem, a nagy kérdés, a nagy bátorság és a nagy hit. És ez lefordítva a családi kultúrára, semmi más nem jelent, mint hogy megkérdezed, hogy valójában ki vagy te? Most mindenki nézen a saját kapcsolati karmájára. Ez elhangzott úgy bármikor? Nem. Terítsé meg, együnk, törődj le az asztalt, menjünk aludni. De valójában ki vagy te? Vagy most, amikor üvöltesz rám, ki vagy te? Mert tegnap még nem ez volt. Amikor simogatás szeretetet kapunk, akkor nem szoktuk megkérdezni. Pedig néha akkor is jó lenne látni. Úgyhogy ki vagyok én? Mi ez a valami, ami kimondja bennem azt, hogy én? Ez a nagy kérdés, a mi ez? És akik már ismerkedtek a tannal, azok tudják, hogy ez a hatodik pátriárkától huinenktől származik. És a teljes mondat így hangzik, amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Hányszor tudjuk megcsinálni a családban, vagy párkapcsolatban, hogy nem gondolunk jóra és rosszra, és úgy látjuk a másikat, a maga ilyenségében, ahogy ő van. Mert ezt tényleg elkezd választ adni a kérdésre, hogy ki vagy te? és megmutatni magamat, hogy ki vagyok én. Ezt merjük? Mert ha nem, akkor nincs meg a nagy bátorság. Ez a második nagy alapelem. És hogyha ez elég bátrak vagyunk, akkor tudunk igazán hinni egymásban. És ez nem egy önkép elhívése. Nem valami illúzióval való azonosulás. Pont a fordított, hogy amikor az összes ábrándomat te porrázúzod, akkor is te az vagy aki. Csak valami nem úgy történt, hogy én szerettem volna, vagy ahogy te szeretted volna, de akkor is te vagy. Van egy ilyen fogalom, hogy társ teremtés, vagy tudatos társ teremtés. És itt nagyon sokféle interpretáció van, hogy te kivé leszel a másik mellett, és milyen úton valójában folyamatosan a másikat és magadat érdemes figyelned, hogy mennyire válsz te a másik ember következményévé. Én azért vagyok ilyen, mert te így beszéltél velem, mert így cselekedtél, mert így gondolkodsz szólam, vagy ezt érezteted velem. Én azért vagyok veled ilyen. És ránézel magad, és egy szörnyeteg néz vissza a tükörből. Mennyire váltál a másik ember a társad, a családtagot következményévé? Mert ha te eldöntöd, hogy te nem fogsz így beszélni, nem fogsz így cselekedni, nem fogsz így gondolkodni, nem fogsz ilyen érzéseket táplálni, akkor te ezt megfogadtad, hogy ezt nem, tehát ezt a szintet alul nem múlom. És ekkor azt mondhatjuk, hogy ráléptél a bóthiszatva útra, amikor már nem csak rólad szól a saját személyes boldogságodról, kielégülésedről, beteljesülésedről ez az élet, hanem hogy segítjük egymást a felébredés útján. Ez néha nagyon szomorú, nagyon durva és nagyon egyszerű tud lenni, nem a szó fizikai értelmében, mentálisan. A kulcs az az, amit a zenben kezdő szellemnek szoktunk mondani. Tehát minden nap egy új nap, minden nap egy új kezdet. És amikor felébredsz a párod mellett, vagy a családod környezetében, minden nap adja egy új esélyt annak az embernek, hogy újra teremtse önmagát, hogy változzon, és magadnak is add meg ezt az esélyt, és akkor a társteremtés teremtés az egyenlő a magunk újra teremtésével is. Enélkül csak tetszések és nem tetszések cikk az élet. Enélkül, ha visszanézel, milyen intelligensnek mondott tápcsatornák mászkálnak egymás mellett a bevásárlóközpontokban. Enélkül semmit nem haladtunk meg az érzékszervi síkból, utódokat hoztunk a világra, vagy azt sem, csak egyszer csak eljön a vége, és nyílt vagy zárt kaporsos temetés. Esetleg hangvasztás, és beleszóljuk a Dunába. Úgyhogy az, hogy te a felébredés útját járd, ahhoz egy egyéni és közös erőfeszítésnek meg kell valósulnia. Miért? Nézd meg, hogy mindenki ezen a földön, ha megkérdezed így, közvetlenül egy csésze kávé mellett, itt mindenki jó ember. Mindenki a másik boldogságát és a magáét szeretné. Mindenki szeretetben szeretne létezni. De akkor miért csináljuk ezt egymással? Akkor hogy vannak ezek a szörnyűségek, atrocitások, fizikai erőszakba torkolló veszekedések, családon belüli erőszak? Hogy van ez? Mi pattan el? Mi vész el? Hogy nem voltál jelen? Hogy nem vetted kézbe a karmádat? Hogyan tudtál úgy bánni a másikkal, hogy hiába bánod, nem tudod visszaszívni? Igen, meg lehet bocsátani, de nagyon nehéz elfelejteni. Úgyhogy az ember egy nagyon paradox lény. Állítólag boldogságkereső és szenvedés kerülő lény, és nagyon nem ezt látjuk. Újra és újra a megszokott szenvedés kellős közepébe visszaugrunk, mert ezt szoktuk meg, és a másikat sem engedjük ki, nehogy valami új legyen, nehogy megváltozzon, nehogy másképp kelljen őt tudomásul vennem, nehogy megszűnjön a büntetés és bűnhődés ciklusa. Nehogy leálljon az elkövető és áldozat körforgása, mert ebben szoktuk élni. Úgyhogy a képlet valójában egyszerű. Minden pillanatban tér vissza ide. Ha el tudod vágni a gondolkodást, meg tudod szüntetni azt a gyilkos önképet, amely másoknak és magadnak szenvedést okoz. Hogyha vissza tudsz lépni a dualisztikus gondolkodás elé, akkor úgy látod egészben magadat, a másikat, ahogy vagytok. És ez a hagyomány nélkül nem megy. Tehát valahol találnod kell egy tanítót, tanítást és tanítványi közösséget, ahol a csoport egy kicsi két segít. Mert a családnak ebből az elképesztő szoros, intim, de a folytogató légköréből ki kell tudni lépni. Idéglenesen, három nap, egy hét, amennyit enged. Rálátni magadra, a családtagjaidra, megújulni, letisztulni, és utána visszamenni és folytatni azt, amit elkezdtél. Mert egy boldogult apám mondta, hogy fiam, amit elkezdtél, azt fejezd be. Hányszor van az, hogy csak abba hagyunk dolgokat, hogy berekeztünk folyamatokat, és nem fejezzük be, mert nem merünk a végére érni. A másik, amit az öreg mondott, hogy tud, hogy mi a legfontosabb. Egy családban tudjuk, hogy a gyerek a legfontosabb? Vagy pedig hirtelen én, az én véleményem, én lettem a legfontos, és mindenki hajoljon meg a fődig. Mert ha nem, akkor zsarolok. Ugye? Anyagilag, érzelmileg, szellemileg, érzékszervisíkon és fölötte, kőkeményen ez nekem jár. Ez az enyém, ez én vagyok. És elfelejtettük, hogy ez eredetileg miről szólt. Hogy mindent adsz, és mindent átadsz, és nem vársz érte rögtön hálát. Ha a gyerek tényleg kiröpül, és jól indítottad útra, előbb-utóbb hálás lesz. De évekig, néha évtizedekig ez nincs meg. Nincs meg. És ezzel kell tudni együtt élni. Ugye a bevezető végén munkamódszernek szeretném ajánlani, hogy állj meg, és néz befelé és kifelé egyaránt. Ez a téravádában a samata vipassyaná. a samatta az a megállított mozdulatlan tudat, amit az előbb zen eszközzel, ezzel a bot ütéssel szemléltettem. Ezt tudni kell a bot ütés nélkül is. Olyan módszerekkel, hogy megállítod az elmédnek az állandó mozgását és illúzió teremtését, és ekkor tükörszerűen tisztán látsz ez a vipassaná, a belelátás. Mert amíg a tükör mozog, nézd meg a tó tükrét, addig nem mutatja helyesen, ami fölötte van. Töredékben, hullámban, torzítottan mutatja. És amíg ez nem szűnik meg, és nincs meg a megállított elme tiszta tükrözése, addig nem látom meg a szenvedés tényét. Sem magamban, sem a másikban. És itt nem elég egy egyszerű, hogy vagy kérdés. Jól, Ja, és ez, ezek itt mi? Ja, ezek a beleim. Ezeket húzom magam után húsz éve, csak nem vagy hajlandó észrevenni. Inkább rálépsz. Mert akkor sikoltok. És akkor esemény van, akkor azt hiszed, hogy élek. Pedig csak belém tiportál még egyszer. Tehát a szenvedés tényét el kell tudni ismerni, és higgyék el, ez a legnehezebb. Utána a szenvedés okának a megállapítása már könnyebb. A szenvedés megszüntetése, kijelölöm a célt, ez a legkönnyebb, és most jön a legnehezebb, hogy az úton, a megszüntetés útján való haladás, ez kívánja a legtöbbet. Tehát amit most elmondtam, az a négy nemes igazság. A szenvedés ténye, oka, megszüntetése és a megszüntetés útja. Látjuk ezt? Látjuk ezt minden pillanatban? Vagy pedig csak a másikat okoljuk a saját nyomorunkért? Na, ez nem mindegy. Ez nem mindegy. Tér vissza az egy tudatba, tér vissza a tiszta tudathoz, az ellentétektől mentes, tükörszerű, tiszta minőséghez. És ebben láthatsz jól. Na, ebben segíthetek bárkinek, akkor várom a kérdéséteket kérdés az, hogy amikor látom azt, hogy egy színházból és meg akarom zavarni a csendet, az miért van? Miért van ez a feszültség, amikor dolgozok ezzel ellen, hogy kölöttem van valami, és próbálok ellene küzdeni? Azért, mert nem igaz a csend. Ez a csend, ez rejt valami súlyosat. És ekkor meg akarod törni, hogy kimondhatóak legyenek azok a dolgok, amelyek ha letisztulnak és eltűnnek, akkor a csend az teljes és igaz lesz, és akkor jó együtt hallgatni. De hogyha valamiről, valami súlyosról hallgatunk, amit ki kéne mondani és le kéne tisztítani, akkor az ember olyan egészségtelen érzéssel ül ott, mintha egy időzített bomba láthatatlanul ketyegne a feneke hmm. alatt, és nem tudja, hogy ez mikor robban. A színház pedig, amikor valaki tudatosan illúziót kelt feléd, és azt várja, hogy azt te igazságnak lásd, abban egy idő után elég, mert valahol nem csak tiszteletlen, hanem méltatlan az emberhez, hogy hazudjunk egymásnak. A párkapcsolati karmáról beszéltünk. Amikor az ember hoz mind a két oldalról elég súlyos karmákat, és emiatt vannak nézeteltérések, de ugye két gyermek is van, és ezt próbáljuk alapvetően megoldani, de mindig visszacsúszunk a hozott problémákba, mm -hmm. és nem igazán tudjuk ezt, hogy mondjam, megoldani. az a, első, a gyerekek? 22 és 11. De a 22 éves már ő... azért az útján van, a 11-el még van munka, ő, igen. Mert ott még lehet. Igen, Tehát. és ő érzi legjobban, ő extra szenzitíven érez mindent. Milyen a 22 évesről a viszonya? Nagyon jó. Ö, hát ő most vált ki a családból alapvetően, és a kicsi az nagyon nem tudja ezt elfogadni, tehát nagyon Itt. sok a konfliktus leszett. Ez, ez a kulcs, hogy ilyenkor a 22 éves és a 11 éves, ezért keresztneveket adjunk, hogy ne legyek ennyire távoli. Nikoletta nagyobbik, Kata a kicsi. Fantasztikus. Nikolett és Kata utazzanak együtt, ha kell férfi kísérettel, akik nem családtagok, hanem bizalmi kapcsolatban álló Itt. személyek és innentől kezdve az önállósodás, az borítékolható. A családra kívülről nagyon jól rá tud nézni a két lány, és higgyetek abban, hogy a 11 évesnek nagyon jót tesz az, hogy egy picikét túrázik kint. Tehát itt van a serdülőkorban, itt van a pubertásban, és minél inkább odaadod a világnak, annál kevésbé ö, landol a dac rajtatok. Itt már apának a szerepe elég nagy. Mennyire van ő ott? Ö, hát nekem a két házasságból van a két gyerek. Tehát a... Nem tetszett mondani. I I igen, most mondom. Egyebek. <Színt> <Színt> tehát. <Színt> Így elég nehézkes, de most a, a kicsinél az apukája, akivel most együtt élünk, tehát ő, ő ott van, csak nem nagyon egyezik meg a látásmódunk, uh -huh. a kisebbiknél így finoman. Fogom Na, az. ez baj, mert uh, ilyenkor, mindig szükség van anyára, apára, de ilyenkor a sérülőkor kezdetén az apai minőségre elképesztő szükség van. Tehát ilyenkor, ha apuka vagy egy azt mondom, apa szerepet betöltő férfi nincsen az életében, úgy félre tud csúszni, hogy hihetetlen. Különösen a mostani világban. Pár rosszul leütött entergom, vagy egérklikantás, és nem tudod, hova megy mentálisan. Fogalma sincs. Kulcs. Családi és baráti, vagy így félcsaládi és baráti kapcsolatok. Minél többet a természetben, minél többet teremtésben, tehát valami mesterséget már most tanuljon, a nyári táboroktól kezdve a különböző szakkörökig mindent, hogy a való világban éljen. Nem a műsorban, a tényleges, valóságos világban éljen. Nagyon érdekes útibeszámolót olvastam pár évvel ezelőtt. Lakóautóban élő családok nyilatkoztak arról, hogy ők ugye vándorolnak így uh -huh. Európán belül, néha gyerekek itt iskolába járnak, kétfél évet, egyfélet, aztán mennek tovább, a munkájuk online is végzik, vagy bárhol munkába tudnak állni. Tehát ezek ilyen nagyon-nagyon hajlékony életmód követők, és kiderült, hogy a gyerekek zéró függéssel élnek. Miért? Mert a való világban élnek. Mert ott van az esemény, az utazás, a szülők, a kapcsolat és nem a tévét nézik, hanem a tájat. Mert a táj nem ugyanaz a lakótelepi lakás 22 éven keresztül. Tehát tessék a gyereket apai segítséggel, vagy apa személyt megtestesítő emberrel kivinni a világba. És valami teremtő, kreatív dolgot a kezébe adni, és ekkor a saját szemével kezd el látni, ez most feladat. Hát nézd meg, hogy a világvallások miért 12 éves korban avatták be az embert, a fiatal embert. Bármit, Bátmicva bérmálkozás, konfirmálás, 12 évesen. Tehát akkor a házból ki kell vezetni, mert elindul az érés, most már ezerrel, ugye? És pillanatokat élet lesz, ha még éppen nem történt meg. És a csoportra szükség van, és tudom, hogy azért itt körülnézés, és hát van egy pár csoport, ahova te tényleg nem. Soha. Meg kell találni az utat, és ez egy apai feladat. Hát a világban az út, az apuka otthonban a kör, komfortzona, anyuka. Érzékszervi energetikai gondviselés, anyuka. Mentális energetikai tanítás, apuka. Ez mind yin, yang, purusa, prakriti, néz utána, hogyha szeretne. De itt fel kéne venni a kicsit tradicionálisabb szerepeket, és nem sokat gondolkodni azon, hogy kinek mi a dolga, mert ez már belül megvan, csak a sok-sok gondolat elfedi. Megvan az, és ezért kellenek ezek, amiket elmondtam. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Friss szerelmi érzetével, amit, hogyha jól értettem, egy fortyogó vulkánhoz hasonlítottál. Lehet egy villámcsapásnak is hívni, de ugyanaz. Nem. <laughs> Azzal mi a dolgom? Szereted, vagy csak fellobbantál? Még nem tudom. Hát akkor még egy kicsit fortyogni kell. Tehát tessék a tüzet rakni a katlan alá, és akkor meglátod, hogy tényleg van a -e dolgotok egymással, vagy csak egy kis szalmalánk volt, azt második-harmadik rendezvú már rá se ismersz. Ilyen is van. És azért a továbbmenetben nagyon sok szerepet kell játszon a feltételes és feltétel nélküli oldal. Tehát, hogy van-e annyi feltétel nélküli szeretet, hogy mindent kibír tőle. Akkor is te vagy a párom, ha és a legrosszabbat elképzeled. És önnek is legalább ilyen feltétel nélküli magatartással kell az egészet kezelni. Ez nem azt jelenti, hogy felhatalmazod a másikat, hogy orbitális bűnöket kövessen el, nem? A feltétlenül szeretet az, az, egyik legkeményebb minőség. Ez nem látja, hogy a mindent kibír. Mindent. Ez nem csak érzékszervi történet. Ez egy olyan mélységes összetartozás érzés, ami az akaratot így acéllát teszi. Két ember kell hozzá, ez biztos, férfinő, világos. De ha benne is megvan, és benned is megvan, nem kérdés, és akkor úgy tudtok felébredni egymás illúzióiból és a sajátodból, hogy ez a kapcsolatot erősíti. Ha nincs meg ez, amit mondtam, akkor az illúzióból való felébredés a kapcsolatot gyengíti. Ezt kell megnézni. Csalódtam, mindenki csalódik. Kit anya szült, az mind csalódik végül. Ugye? Vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni. És előbb-utóbb bele fogunk halni. Na, szóval költőnket kicsit szabadon idézve, nem az a kérdés, hogy csalódunk, az a kérdés, hogy ne csaljunk. Ez a kérés. Ne, ne csalj. Csalódni lehet, de csalni azt nem kéne. És ez a fajta illúzióvesztés téged megerősít, vagy meggyengít? Ha meggyengít, akkor még gyerek vagy. Akkor még elvárod, hogy apuka és anyuka olyan világot teremtsen, ami neked jó, meg boldog, meg kedves, meg szép meg sérthetetlen, meg ilyenek. Ha úgy ébredsz föl az illúziókból, hogy megerősödsz, és az akaratod még inkább ebből a nemes acélból van, ez azt jelenti, hogy felnőtt vagy, és hogy azt az előbb mondtam, minden reggel hajlandó vagy új esélyt adni magadnak és a másiknak, hogy egy új kapcsolat legyen belőle. Ha ez a tűz nincs meg, és a feltételhez kötött egy idő után lenyomja a feltétel nélkül, akkor ránézed, hogy édesem, nem jön ki a matek, szia! Ennyi. És akkor ilyen előbb-utóbb rájössz, hogy ami a belső arhetipusaidban van, az fog szemben jönni az utcán. Tehát ha te változtatsz magadon, és mondjuk azon a kis inboxon, hogy mi számodra a társ. Ott van egy ilyen arhetipus, hogy neked mi a társ, ki a társ. Ennek nagy része tudattalan, de bevonzód kőkeményen. És akit bevonzol, az volt az inboxban belül, nagy része tudattalan úgy, ahogy van. Ezért, hogyha dolgozol magadon, és egy kicsit lepucolod a tudattalanodat, akkor előbb-utóbb más lény fog szembe jönni veled, ha erre szükséged van. Ha rögtön belehúztál az ázba, akkor jó, akkor már csak csinálni kell. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés itt? Van egy dilemmám. Körülbelül a hat évig gyakoroltam a Krisna tudatot, de sajnos feladtam, kevés voltam hozzá és ez bő tíz évvel ezelőtt volt, és az utóbbi időben elkezdtem érdeklődni így a zen irányába. Ehhez nehogy sok legyél. Tehát a Krisna tudatnál van, hogy kevés vagy hozzá. A zennél az emberek azért szokták abba hagyni, mert ők sokak. Tehát túl sokat gondolkodnak, túl sokat akarnak így érezni, tehát várják a gyümölcsöt. A zen az egy nagy gyökér dolog. Ez nem gyümölcs a zen olyan, és mindjárt a dilemmátba belemegyünk mélyebben, mint ásólapáttal a humusz rétegben, okay. hogy te elmész a piacra, mert láttál egy almát, egy ilyen édenkerti, gyönyörűséges almát. És az árus azt mondja, hogy hát ez csak a demo verzió, és ha te ezt szeretnél, akkor kapsz egy facsemetét, és legyesz hazavinni, megásni a kis lukat, és facsemetét elültetni, és amikor te azt már gondoztad, nevelted, és az alma kisarjad rajta, na az lesz az. Ez a zen ez egy nagy gyökér dolog. Na mi a dilemmád ezután, mondjad? Szóval Krisna tudatban azt tanultam, hogy a legfontosabb dolog az, hogy Isten egy személy. És amikor az erről hallgatok, akkor viszont ilyen nincs benne, tehát a személytelen. De szeretnél? Én teszek bele neked, ha szeretnéd ezt. Legyen Isten egy személy. Igen, ezen gondolkoztam, hogy ez valójában mondtam, probléma. Mondtam, sok leszel, Látod? Én mondtam, hogy sok leszel. Hány személyes Isten szeretnél? Olyan lesz. Egy, az Egy? nagyon veszélyes, mert azt hiheted, hogy az te vagy. Ettől óvlak. Tehát ez a narcizmus képző nem rád vonatkozik. Első évében helyből óvél. Tehát ez így nem jó. Tehát a lényeg az, hogy miért szeretnél te Isten fogalommal dolgozni? Nem feltétlenül szeretnék, csak emiatt van egy ilyen, egyfajta bűntudatom. Tehát Mert... az, amit megtanultam, hogy ez fontos, az például az ember nincs benne, de mégis vonzódom hozzá. Tehát vonzódol az Isten tudathoz, de a zenhez is, és a zenben ilyen nincs. Hát egy egész védő védőistenség... Lehet, hogy ez nem is dilemma. Szerintem egészséges hiánytünet. Tehát van a létezés hat síkja, ebből kettőt látunk érzékszerűleg, az emberit meg az állatit. Fölötte van a félistenek és istenek világa. Egy személyes istent nem tudok neked adni, ez a nyugati monoteizmus specialitása, és nekem bajaim vannak vele, mert ez meg nekem sok. Tehát a személyességgel van a baj. Az, hogy Isten minőség, vagy teremtő minőség van, Szerintem valahol mindenki érzi. Csak nem mindegy, hogy milyen nevet és formát aggatunk rá, hogy kizárólagosat, abszolútat, vagy mondjuk relatívat és oldhatót. Mert eredetileg nem lehet rá gombot varni. De nézd meg, ha neked, mint teremtő kell az Isten, akkor túl sok attribútuma nem lehet. Mert ha teste lenne, meghalna. Ha gondolata lenne, már másképp gondolkodna. Ha érzelme lenne, akkor már nagyon sokat érezne. A teremtő az nem teremtett. Tessék elolvasni a szívszutrát. Tehát ez sem a testnek, sem a léleknek, sem az elmének, semminek nem a birodalma az, amit teremtőnek hívunk. Tehát nem igaz rá az, hogy Isten vagy Istentelen. Oké? Okay? De sem az ateisták, sem a dogmatikus teisták nem járnak az igazság közelében. Sem. Mert ragaszkodnak a nullához vagy az egyhez. Nem a nullát, vagy az egyet kell itt, kérem szépen, akár bűntudat árán is egymásba áramoltatni. Meg kell nézni, hogy ki a programozó. Ki üti be azt a nullát, vagy egyet? Uh -huh. Ki az, aki hisz Istenben, akár többen is, vagy nem hisz Istenben, ugyanolyan ember, de belül mi az, ami hisz, vagy nem hisz? Tehát ez a dilemma, ez feloldható-e úgy, hogy egyszer csak így Elvágtam a gondolkodást, és nincs olyan, hogy Isten hit, vagy Isten tagadás. Egyik sincs. Csak az elmenő motorkerékpár. Értsük? Tehát innentől kezdve, ha ez megvan, ha az, ami most ezt hallott, az nem aki, az ami, mert nem gondolkodtál, önképet se volt, Isten képet se volt, istentelenséget se volt, semmi nem volt, csak a távoli szirénázás. Okay? Ezért van az ember egy olyan meditáció, hogy fogd föl a hangot. A hangot teljesen fölfogod 360 fokos körben, az énednek nem marad hely. Az énes gondolkodásod kimegy a kukába. Van, akinek az énje az Istenhez kötődik, vagy Istenekhez. Van, aki az ateizmusban hisz, van, aki a politeizmusban, valamiféle panteizmusban. Nem gyanús ez egy kicsit, hogy, hogy ennyiféle valami, ez inkább a gondolkodás terméke, és nem a valóságról szól, hanem arról, hogy hányféleképpen gondolkodunk? Feltűnt az, hogy általában a teológusok szoktak itt zsinatokon vitatkozni az Istenre, de a misztikus szerzetesek azok nem. Tehát ez tényleg valahol az emberi gondolkodás terméke. Engem az a megtiszteltetésért, hogy engem senki nem térített meg, de nagyon sok helyen voltam. Tehát boldogult nagybátyám, ő hetednapi adventista lelkész volt, és fél Magyarországon prédikált, így ez a Csongrád bácska, békés, így teljesen ő volt, még picit északabbra is. Apám pedig egy olyan tudós, aki semmilyen transzcendensben nem hitt. És a két ember barát volt, mert a két család egymásra volt utalva, de egyébként is emberileg teljesen jók kijöttek. És minden beszélgetésük vége az volt, te hiszel, én nem hiszek. Megölették egymást, mentünk haza. Érted? Tehát itt sokkal többről van szó, mint pusztán gondolatvilág, és sokkal kevesebbről, mint az, hogy ki milyen illúziót pökött éppen a levegőikbe. Gyakorolj, és akkor meglátod azt, hogy mi az, ami hisz vagy nem hisz. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Megszerethető-e a szenvedés? Igen. Szerintem te már meg is szeretted. Megtettem, de Szeretném, hogyha egy kicsit körbejárnánk ezt a témát. Nem mert akkor csak növeljük. Nem körbejárunk a szenvedés körül, hanem egyenesen elfel hogy a hátad mögött van, te pedig a nem szenvedés állapotát megcélzod. Ezt meg tudod tenni? Igen. Mennyire hiszel ebben? Megalkuvás nélkül. A fizikai szenvedésre gondolok, szűkítsük egy picit a kört. Hát, a hideg. Aztán... Elviselése az emberi szervezet számára, a didergés állapota az sokaknak szenvedés. Ott megtapasztal az ember egyfajta zent, ha szabad ezt a szót használni. Nem, nem szabad. Akkor fázol, az nem zen. Fázol. Akkor nagyon fázom. Igen. Viszont az ürességet elérem. És hmm, nem érted el, mert még fázás van. Ha fázás se lenne, akkor elérnéd. De van fázás, mert hat rám az univerzum hidege. Igen, és van én, aki fázik. Ez még nem zen. Ez egy gondolat nélküli, de érzékszervekhez kötött állapot. Azért tartom a zen fogalmat tisztán, hogy később használhassuk. Köszönöm a tisztázást. Megtapasztalhatom ott az ürességet? Nem, amíg fázol, addig nem. Mert amíg fizikai hatásaim, nem. hatásaim vannak, addig nem? Biztos, hogy nem. Amíg kötődsz hozzá, addig nem. Van egy gyönyörű donkszán mesteres koan. Megkérdezték tőle, van-e olyan hely, amely mentes a hidegtől és a melegtől? Az emmester botjával az asztalra ütött, és így szólt. Ha hideg van, a hideg öl meg. Ha meleg van, a meleg öl meg. Köszönöm a tanítást, gondolkodni fogok rajta. Ne. Érzékelni fogok Térj rajta. vissza arra a pontra, ahol nincs sem hideg, sem meleg. És az nem gondolkodás. Én a családdal kapcsolatban szeretnék kérdezni, adott egy kislány, kislányom, másfél éves múlt, Bugi, olyan, mintha a család hozzánk közel álló barátok megrémültek volna jobban, mióta mi van a kislány, és nekünk ez egy jó érzés a férjemmel, hogy így a nagy család, a nagy szeretet és a családegyesítés mind a kettőnk életében egy ilyen feladat. Most még nagyobb káosz van, mióta a kislány van. Kérdésem is az, hogy hogy tudom jól csinálni. Hogy... Ne, ö... ne jól csináld, mert az állarc része. Csináld. Nézd meg, hogy a kislánynak mi kell, és azt add meg neki. A párod legyen a szövetségesed ebben, de nem az ideál. Tehát egyszerűen azt kell tenni, ami a kislánynak kell, és mindegy, hogy a baráti kör mit gondol. A kislánya a legfontosabb. Az ő sorsa, növekedése, egészsége, ezért tartott fönt te is a saját lelked egészségét, magadért is, párodért is, de itt most már róla van szó. Volt egy tanítványom, ahol egy éves volt a kislány, amikor váltak és a kislány egy gyerekkori cukorbetegséget szedett össze, amiből 9-10 éves korig nem tudott kigyógyulni. Tehát azt tud, hogy a szülők karmája azon nyomban megjelenik a gyerekben mentálisan, energetikailag és fizikailag egyaránt. Ezért óriási felelősség, mert egy torzítatlan és gyakorlatilag a saját énje által nem megváltoztatható tükör, mert még nincs énje. Nincs olyan kifejlett személyiség tudata, személyiség van, Öntudat még nincs. Ami kérlelhetetlen tükrözéssel és valósághűséggel mutatja, hogy te ott és akkor ki vagy. És hogy a párod ott és akkor kicsoda. Úgyhogy mindent tessék le egyszerűsíteni. A kulcs szó itt szerintem az, hogy meg kell tanulni a környezetnek nemet mondani. Mm -hmm. Nem azért vagytok, hogy a környezet elismerését, jó véleményét kivívjátok. Ez nem egy like bajnokság. Ez egy gyerek, ez egy család. Úgyhogy nagyon sok közös családidőt kell együtt tölteni ahhoz, hogy ez működjön, és ez a minőség lesz az, ami ennek a lánynak, neked és a párodnak segíteni fog. És tessék a véleményalkotó barátokról leszokni. Jó? Köszönöm szépen a segítséget. Ide kapcsolódhat egy kisebb kérdés ugyanebből a... Ez nem lesz kisebb hiddel, de kapcsolódhat. Hogyha egy kicsit hagyom most a családot, a barátokat, kiforni és figyelem a kislányt, hogy lehet -e egy lehetőség annak, hogy inkább a csoportra fókuszálni egy új lehetőségként. Én még nem voltam a, a csoportban, de szeretném, beszéljük is a férjemmel, hogy egy kicsit hagyni ezt úgy, ahogy van, tenni közben a dolgunkat, és egy, nem tudom, új lehetőség, vagy úgy energia, mert hogy Igen, jól... csak a kislánynak be kell tudni illeszkedni az adott csoport kultúrájába és működésmódjába. Mert őt már nem tudod így rábízni nagyra ahhoz, hogy ő vele még jobban legyetek, mert akkor neki az szülőhiány. A legalább három évesnek kell lennie ahhoz, hogy egy-két egy napra, inkább egy napra reggeltől estig úgy tudod hagyni, hogy ne legyen elképesztő szeparáció szorongása. De ez is gyerekfüggő. Uh -huh. De amíg nem tanul meg rendesen beszélni, járni, tehát önmagára így, mondjuk alapvető szobatisztasággal, kommunikációkészséggel, mozgással, evéssel, ivással, így magát nem tudja menedzselni, Addig ez felelőtlenség. És az a jó, hogyha a csoportba elviszitek, hogy igen, ezt mi szeretjük, és hogyha te is így érzed, másfél éveset le fogja képezni egy pillanat alatt. Nem tudja nem leképezni, ami abban a térben van. Akkor erre van lehetőség. Persze. És akkor ezzel érdemes élni. Ezzel érdemes élni, sőt, ö, olyan helyeken megfordulni, ami nektek, mint szülő pár, szimpatikus, és megnézni, hogy a gyerek hogy reagál rá. Ez már egy hatalmas tanulmány. Igen. Jó. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen köszönöm. Mit ö, tudok tenni akkor, hogyha valami ö, rossz történik velem, akkor saját magamat hibáztatom. Ö, olyanra gondolok, ami a befolyásomon kívül ö, történik. Felteszed azt a kérdést, hogy mi ez, honnan jön. Tehát nem adottnak veszed, hogy ez csak a te hibád, vagy csak a befolyásodon kívüli tényező. És és a dű, ami belülről jön ilyenkor. Tehát én tudom, hogy inkább az az érzés, hogy, hogy miért nem láttam ezt előre. Pontosan ez a tehetetlenség, a tisztánlátás hiánya, cselekvőképtelenség. A dű az, az az energia, ami nem került a helyére, de ott lopzódik. Úgyhogy és nézd egy... meg, hogy honnan jön, és akkor előbb-utóbb azt is tudod, hogy hová kell mennie, milyen irányban menjen tovább, ez mivé változzon át az, ami megjelent. Ez kapcsolatban állhat ö, azzal, hogy nehezen engedem el a kontrollt? Igen, de ez önmagában nem jó vagy rossz. Mindenki valamilyen szintű kontrollra törekszik az életében, hogyha nem vallja be akkor is. És hogyha ezt a 7 éves kislányom is eltanulta? Hát azért született hozzád, ne viccsel. Együtt leküzdjük. Hát küzdeni kell, a hogy a te mit kontrollálsz, mint apuka, és ő, mint kislány, mit kontrollál. Tehát ez nem ugyanaz. De rá ne legyél dühös, lásd meg magadat egy picit benne, és hogyha magad megváltozol, akkor ő is meg fog változni. Egyébként elég nehéz kenyér. De az irányt azt tartani kell, az, hogy egy normális prepubertása legyen utána pedig serdülőkora legyen. Ott az apának tudni kell mentálisan az irányt, hogy gondolatilag milyen döntéseket hozunk, és milyen perspektívát vagy utat mutatunk a gyereknek. Tehát nagyon gyakran apukák azt hiszik, hogy az a dolguk, hogy hozzák haza a pénzt, vezessék az autót, termékenyítsék a feleséget, és gyakorlatilag ez itt leállt, és aztán pedig elmegyünk biliárdozni a haverokkal, meg gondolunk, amit akarunk. Nem. Az anyatej nagyon jól látható, az apa tej, amivel az apa táplálja a család terét, a család mentalitását, az nem látható. Azt mondtam el az előbb, mint a tudati táplálék, a mentális iránymutatás, az út kijelölése. Milyen értékrend szerint élünk, milyen hitrendszer szerint élünk, milyen életrendben élünk. Ez mind-mind olyan, hogy primér módon az apuka kell, hogy meghatározza, Anyuka pedig azon nyomban oldalvizen ott van, és ezért mondja ám rendesen, hogyha neki az nem tetszik. Ismerős. Azt hiszel. Köszönöm. Úgyhogy ez, ez apa dolga, és hogyha te ezekbe az irányokba elmész, akkor biztos, hogy nem leszel dühös, hanem tevékeny leszel. És kijelölöd magad számára az utat. Miért? A, az a férfi, aki nem halad az úton, az követhetetlen, mert ő maga is valamilyen hotelba benne reket. Tehát uraim, meg kell határoznunk az életünk irányát, az értékrendet, a hitrendszert, az életrendet, és ekkor tudunk valamit adni a családnak, és nem csak várni a vacsorát, meg kivinni a szemetet. Jó? Úgyhogy nagyon fontos ennek a helyretétele. A legelső, amit fogsz látni, hogy a kislány elkezd tisztálni, Csak azért, mert belül benned elkezd rendteremtődni. Jó? Jó, köszönöm. Nagyon szívesen. Itt el Van az a tanács több videóban is, hogy menjünk haza, állítsuk vissza az időzítőt 10 percre, és a végén meg fogunk halni, és hogy mi az, amit nem szeretnénk átvinni a következő életünkbe. És nem tudom, hogy én most ezt nem... Én ilyet mondtam? Igen. Várjunk 10 percet, hát ha más lesz. Na, mondja? <laughs> és hogy, hogy minden videó végén az van, hogy lenne munka, ugye? És uh, én nagyon sokat gondolkodok ezen, és uh, nem tudom, hogy vagy nem értem, hogy mit kéne kirakni, vagy uh, nem tudom, hogy mi ennek az oka, de hogy, hogy én nem érzem úgy, hogy lenne munka, olyan hú, de nagy munka. Tehát, hogy ilyen egy karmámat valószínű kiraknám, hogy ez az a kérdés valójában, hogy ez ragaszkodás az énhez, a, az én képemhez, valamihez, vagy, vagy miért nincs annyi? Azt munkat? mondod, csak egy karmát szeretnél kirakni. Így van? Igen. Azt szerinted más karmáktól nem függ? Tehát az ott elszigetelten létezik egy karmatartóban, ugye? <laughs> szépen lezárva, és hogyha azt a karmatartót úgy megragadod, akkor az elhatározás villástargoncájával szépen kiemeled az énségből, és az összes többi az rendben van. Szerinted ez így megy? Nem, nyilván. De jó. <laughs> Az a, az a fanyag, amit megmunkálsz, az valamikor az erdőben volt. Annak gyökerei voltak, levele volt, fatásai voltak. Az a karma, amit ki akarsz rakni magadból, tengernyi más karmától függ, oda és vissza. Ennek a gyökereig le kell tudni menni. Tehát én nagyon örülök, hogy legalább egy karmányi munkát el akarsz végezni, élethosszig fog tartani, mert kiderül, hogyha ezen változtatni akarsz, akkor azon, meg azon, meg azon, meg azon, meg amazon, azon is kell. Úgyhogy gyaluljuk szépen, forgácsoljuk szépen, jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. 29 éve vagyok férnél, három gyerekem van. Gratulálok. Köszönöm szépen. Hát, ez nagyon nem vicces, de tényleg hát ezt a kitartást hallgatlak. És a kisebbik fiam, most már 26 éves, becsületes rendesen dolgozik, tényleg minden jót elmondhatok róla, de diszlexiás. És nekem az az érzésem, hogy ebből kifolyólag neki eléggé önbizalom hiánya van. Én a, az évek során próbáltam vele Szerint. beszélni, elnézést. Semmi baj. És nagyon szeretnék neki segíteni. Gondolom szakemberhez vittétek? Hát nem, mert, mert úgy nem hagyja magát. Tehát amikor én próbálok vele beszélni, pedig jó kapcsolatunk van, ennek ellenére mindig ez a hagyjál anyám. Oké. Okay. Apa hol van ebben a képben? Apára hallgat? Hát, apa talán ezt úgy észre se veszi. Dehogy nem. Olyan apa nincs, csak ezt nem venné észre. Vagy legalábbis nem, nem te 26 évig a... nem veszi észre, hogy a fia diszlexiás? Hát azt nem tudom, hogy, hogy ő ezt így észrevette-e. Én tudom, meg, meg papírja is van róla. Jól tanult, tehát ennek ellenére négyes, bő négyes érettségizett, két szakmát kitanult, de úgy látom, hogy. Az apjával milyen a viszonya? Hallgat rá? Részben. Hát akkor azt a részt kell erősíteni, és egy kezelést elindítani, miért? Mert biztos, hogy ennek van transgenerációs gyökere. Az, hogy az apa, a férjed nem hajlandó leolvasni a fiát, az már manifestálódik abban, hogy a fia diszlexiás. Mi egyebet nem akar még az apa elolvasni az életből, tudomásul venni? Nézzük. Tehát innentől kezdve a megfelelő konstelláció, zsargonna, családállítás, a megfelelő meditáció, az már rajtatok elkezd változtatni. És anyai együttérzésed teljesen jogos, csak ne ott próbáld meg megfogni ezt a sziklát, ahol felemelhetetlen. Annál a végénél kell, ahol felemelhető. Itt az egész családra szükség van, de ha nem hallgat rá senki, akkor neked kell elmenni, saját magad, vagy konstellációra, vagy meditációra, vagy mind a kettőre. Ezzel kimozdítod lelkileg a szekeret a sárból, mert kezdeményeztél. És aki csak ilyesféle terápián volt, vagy gyakorlaton volt, attól függ, melyiket választod, az pontosan tudja, hogy a magadon elvégzett munka azon nyomban hat a környezetedre, késedelem nélkül. Azt mondjuk, ezt mennyire fogadják el, és milyen tartós, az már az ő karmájuk függvénye. De ha akarsz segíteni a fiadon, akkor egyrészt támaszkodj az apjával való viszonyra, támaszkodj arra az összhangra, amit hármotok közt fel tudsz lelni, meg tudsz teremteni, és el kell kezdeni egy terápiás folyamatot. Belül is, kívül is. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Még két kérdésre van időnk, hölgyem és uraim. Én a gyermekvállalásról szeretnék kérdezni. Minél közelebb érzem, hogy már lassan itt lenne az ideje, valamiért legbelül egyre elutasítóbb vagyok. Mi ellen és ki ellen? Ez egy nagyon jó kérdés. Örülök, mert igyekszem használni, ha már ide középre, bottal. Az a baj, hogy nem igazán tudom. Ö, egy kis háttérinformáció az, hogy engem a nagymamám nevelt. Ö, anyám csak így papíron volt. Ö, volt egy, vagy van egy bátyám, ő is ebben a szituációban van, csak ő másik apától és más család. Más mm. Most nem egészen. Én, én azt hiszem, hogy fordítva ö, ültem a lovon eddig. Azt hittem, hogy anyámnak volt egy, vagy van egy karmája, és ö, abból lettem én valahogy, hogy ott valamit ő elrontott, és, és majd ő azt helyrehozza. Nem, te és, fogod helyrehozni. Elmondom, és most jöttem rá erre, hogy, hogy fordítva látom. Igen. És amíg anya rontott -e valamit, addig az csak anya javíthatja ki, holott te a saját karmádat anyához hoztad. És már nem az a kérdés, hogy te miért születtél hozzá, azon már túl vagyunk. Az egy külön téma. Most az a kérdés, hogy az anyáddal való viszonyt hogy tudod helyreállítani, hogy a termékenységet helyreálljon. A termékenység az női vonal. A munka, a külvilágbeli megvalósulás, apa vonal. Tehát, ha te ezt nem állított helyre, akkor a női vonal, főleg az anyával való kapcsolat rendezetlensége meg fog átolni mindenért, vagy pedig lemásolod anyád karmáját, ami legjobb esetben is traumatikus, tragikus, és ezt nem kéne. Hát ennek megvannak a módszerei, de ez akkor is működik, hogyha anyukával nem beszélsz és nem lelet föl. A belső anyát kell a helyére tenni, aki személyesen ő, de hogyha nem tudsz vele kommunikálni, nagyon nehéz bármiféle életközösséget megteremteni, akkor ezt nem kell. Belül kell lesz lerendezni, és a női vonalnak az átadási energiáját helyreállítani. Na, ez a termékenység. Férfi van hozzá? Van. Na, akkor jó, hát akkor már nagy gond nincs, akkor 50%-ban meg van oldva. A másik pedig ugye az anyuka vonal, és milyet helyre tetted, tehát megköszönted azt, amit kaphattál, az életet azt megkaptad. Lemondasz arról, amit nem kaptál meg, amit rossz karmának érzel, és nem akarod tovább vinni, azt visszaadod, ami jó karma azt megköszönöd, és szépen visszed a szatyorban. Elkezd valami lélegezni belőle. Ez a letokoltság, ez a lezártság, ez megszűnik. És ekkor itt lélekben kézen tudod fogni anyádat. Mert ő nem tudott téged kézen fogni, különben most mást kérdeztél volna. Úgyhogy a lélek az, az öngyógyításra törekszik, az öntisztulásra törekszik. Csak néha beleakad az elmébe, beleakad a saját karmájába, és ezért teremt még több szenvedést, holott nem ezt akarja, de nem tud mást. De te tudjál mást. Hogyha a tudatod tereki tágul, helyes irányba elindulsz az előbb említett módon, akkor a karmád nem fog uralni, mert a tudatod tere mindig nagyobb lesz, mint az a karma, ami benne van. Ha nem, akkor ráfeszülünk, hogy nekem ilyen volt az anyám. Ez borzasztó. Neki bocsánatot kell kérni tőlem, mert ezt tette velem. Nem fog. Neked kell megbocsátanod neki kérés nélkül. Tehát, hogyha ráfeszülsz erre bármiféle dualisztikus érzelemmel, akkor olyan leszel, mint a celofánnal légmentesen leborított, bontott csirke, amit a fagyasztóból így beteszel a kosárba, és viszed, viszed, viszed. Nagyon sokára fog kiolvadni, és még akkor is a celofán ott van rajta, és ezt onnan tudod, hogy nem tehettem mást. Nem gondolkodtam másképp, nem mondhattam mást. Tehát a válság az az, hogy nincs kiút, nincs alternatíva, nem tudod más nézőpontból látni. Ezt hívjuk abszolút karmának. A karma sosem abszolút, de te érezheted azt. Ekkor van sorsod, ekkor van végzeted. És hogyha a tudatod tere nagyobb, és a celofán nem feszül rá a bontott csirkére, akkor van választási lehetőséged. Akkor tudsz több nézőpontból szépen egymás után szemlélődni, új utat találni, új perspektívákat nyitni. És ez gyakorlat nélkül a tudat terének a tágítása és tisztítása nélkül ez nem megy. Ezért kell az, amit mondtam. Köszön. Nagyon szívesen. Utolsó kérdés. Három gyerkőc van, és az egyik súlyos beteg. Igazából fizikálisan, tehát szellemileg nincs probléma, bár beszélni nem tud. És az lenne a kérdésem, hogy hogy tudjuk azt a jövőben megoldani, hogy a másik kettő ne távolodjon el tőle. Igyekszünk közös játékokat, meg külön, -külön is foglalkozni velük, de az látszik, hogy a másik kettő ők elmennek egy picit másabb irányba. Egyébként ebből az egyik ikertesója. Hát együttérzés gyakorlat. Az együttérzést kell tanítani, ami azt jelenti, hogy nem csak hogy közös családba születtünk, hanem hogy a lényegünk, mint emberi lényeg ugyanaz, és a jelenség az más. És most ő az, aki ilyen sérüléssel él, és nem tud beszélni, és a többi. És megérdemli azt az együttérzést, amelyet te is várnál, ha ilyen helyzetben lennél. Tehát ilyenkor a legjobb az, hogy megcseréled a cipőket, és most legyél a cipőjében. Milyen lennél? És ez egy nagyon komoly évekig tartó együttérzés gyakorlat. Itt megint a meditációnak lehet szerepe, de ez csak most mellékszál. Az együttérzést nem lehet eléggé tanítani és átéreztetni, és ilyenkor tényleg az érzelmekre kell hatni, és ez nagyjából az ítéletmentes magatartás ugye, hangsúlyozása, és hogy ne féljen és ne reméljen. Úgyhogy hány évesek a... 211 és vagy Nehéz korszak. Nehéz korszak, hogy neked belül stabilnak kell lenned a nem kettősség bölcsességében, mert ez lesz az, ami együttérzésre utána átfordítható. És ilyenkor ki kell mutatni, hogy mi helyes és mi a helytelen és nagyon világosan, együttérzően tanítani, de nagyon határozottan. És akkor, akkor ráéreznek arra, hogy mi a testvér feladata a család, miért született oda, hogy nekik az együttérzést tanítsa, szavak nélkül, mert beszélni sajnos nem tud. Köszönöm. Kanszám Ki volt ott? Az édesapámról szeretnék kérdezni, tavaly ment el, és Ö, jó viszonyunk volt, mind a mellett, hogy nem volt apa szerepe a családban. Az ritka. Igen, igen. És ilyen ö, férfiakat vonzok be. A férjem is ilyen volt. És az lenne a kérdésem... Volt? Ő volt. is elment? Nem ment el. Nem. Csak az én életemből ment el. Tehát elváltatok. Elváltunk, a... igen. És az lenne a kérdésem, hogy mi lenne az első lépés, ami az én feladatom, hogy... hogy... Appával kell rendezni a viszony mellett, ugye alapesetben csak már azt nem tudom. De belül tudod, azt az előbb is mondtam, hogy a belső apa. És a belső apa az nagy átfedést mutat a férfi arhetipussal, amilyen párt bevonzol. Tehát ezt azért jól látták a Bécsi iskola követői és alapítói. Csak hogy ugye transgenerációs karmára nemrég jöttünk rá, és az, hogy a reinkarnáció benne van a képben elég erősen, az a mai napig a nyugati pszichológiában ilyen nagyon sporadikusan elvétve fordul elő, a reinkarnáció tanát, a karma törvényét, az beépíted a család, a párkapcsolat, a csoport és az egyén működésébe. Mert egyébként kivehetetlen, csak itt nyugaton ezt sikerült így elfedezni pár száz évre. Úgyhogy magadban kell a férfi arhetipust megváltoztatni ahhoz, hogy ne ilyen párokat vonz be. És ez egy belső munka apával. Itt is a konstellációnak, mint terápiás foglalkozásnak lehet jelentősége, hogy az apádnak visszaadod ezt a karmát, ezt a apa, de nincs jelen, vagy nem vállalja fel a szerepét, és megköszönöd azt, amit kaphattál, és lemondasz arról, amit nem kaphattál meg, de ezt a karmát visszaadod a férfinak. És ezen keresztül egy olyan férfi arhetipust építesz ki magadban, aki nem ilyen, akire lehet számítani, aki jelen van, aki lojális, aki segít és nem csak szerep, hanem tényleges cselekvés a része. Ezt úgy képzeljem el, hogy egy beszélgetés vele az édesapával? Nem. Ez nem egy belső beszélgetés, hanem a az családájtás módszerében Érdez. egy külső térben megjelenő uh -huh. folyamat. Itt arról kell tudnod, hogy ez a folyamat a belső arhetipikus valóságot képviseleti úton ráruházott identitások képviselet által kiteszi a külső térbe, és a segítők, azok megjelenítik a rájuk ruházott minőséget, akár tudják, akár nem. Tehát csak rájuk kell ruházni, tehát van a nyílt és a zárt állítás. A nyíltnál tudják, ez néha akadály, mert elkezdenek színészkedni, a zártnál nem tudják. De mindenképpen van egy átadás, és utána pedig egy visszavétel. Tehát ez nem az apáddal való beszélgetés belül, hanem az apád minőségének a kitétele a térbe egy képviselő által, ahol te is, meg anya is Kép, eleinte képviselő által vagytok jelen, aztán, hogyha jó a terap, akkor beállít téged is a térbe. Mm -hmm. Tehát ez egy nagyon ősi, nagyon generikus folyamat. Azt mondom, hogy a, a törzsi kultúra felhasználása a modern pszichoterápiában. Mm -hmm. Ez eredetileg onnan van. Úgyhogy ezt végig kell csinálni, különben újra és újra Én. hasonló arhetipusokat mm. vonzol be, és egyszerűen nem tudod, hogy, hogy mi a baj. Tehát az a baj, hogy belül nem cseréltél, modult, férfi modult nem cseréltél, és az archetípus ugyanaz, tehát nagyon hasonló lenyomatot vonzol be. Tehát a belső változáshoz, hogy én és uraim, annak az önképnek az elengedésekkel, aminek te hiszed magad. De ez itt nem áll meg, ez nem elég. Annak a képnek az elengedése is kell, aminek te apát és anyát gondolod, holott már kiderült, hogy ők nem azonosak ezzel a képpel. Az egész családi karmát akkor tudod megtisztítani, ha mersz felébredni abból az illúzióból, hogy te a szüleidet és utódaidat minek gondolod, minek szeretnéd, mitől félsz. És hogyha visszatérsz a teremtő pozíciójába, akkor újra tudod teremteni az arhetipusokat, beleértve saját magadat is. Az arkhé, az uralkodó, arkhón, ugye? Az uralkodó. A tüposz, a veret, a minta, tehát az uralkodó karma, az az arhetipus. Oké? Okay? De te uralkodj a karmádon, legyél szíves, mert ha nem, akkor az a karma lesz a drakón arkhón, a rajtad uralkodó drá, drámai és drákóni szigor. Mert a karma törvénye szigorú, Oké, okay, és okozat. Tehát azért, ne ez a drákói szigor legyen, ahhoz az arkhont egy kicsikét távolabbról kell szemlélni, és magad is olyan pozícióba kell, hogy kerülj, ahol a látás és a teremtés nem különbözik. Ezért kell a gyakorlat belül is, kívül is. És ez mindenkinek a lehetőségei közé tartozik. Én szívből köszönöm a mindenkinek a megjelenést, az élénk és jól formált kérdéseket, és remélem, hogy továbbra is találkozhatunk, és a darmát ismét a felszíne hozhatjuk, közösen gyakorolhatunk, ezáltal tudatunkat tisztítva segíthetünk más lényeknek, családtagjainak, ivadékainak, felmenőinknek, minden érzékszerfesz kötött lénynek. Köszönöm a figyelmet!